Tisztelt Országgyűlés, 2 perces hozzászólások következnek. Elsőnek Gaudi Nagy Tamás képviselő úrnak adok szót a Jobbik képviselőcsoportból. Parancsoljon, képviselő. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Gyurcsány Ferenc beszédével kapcsolatban röviden csak annyit szeretnék előre bocsátani, hogy Gyurcsány Ferenc a hazaárulásainak sorát egy újabbat gyarapította a mai este folyamán, miután támogatására biztosította ezt az elfogadatlan és nemzetünk önállóságát, függetlenségét alapjaiban sértő és szétromboló paktumot. Illetve egy másik dolog is eszembe jutott, megint a jogászoknak szánt Murphy törvénykönyvéből idézném Lovka első politikai elvét, Gyurcsány Ferenc beszédről ez jutott eszembe. Senki sem beszél őszintébben, mint a politikus, amikor hazudik. Úgy látszik, hogy már csak ilyen dolgok jutnak eszembe. Másik pedig Gyurcsány Ferencben az úgy gondolom egy szabadságharcos veszett el, hiszen vélhetően 2004 nyarán azért pucsolta meg Medgyessy Pétert, mert volt olyan galád és aláírta az Európai Uniós csatlakozási szerződésünket. Vagy nem így volt esetleg? Ki tudja. Mindenesetre az követő tetteiben csak és kizárólag hazáruló cselekedetek hosszú füzérét láthatjuk. A 2004-es állampolgársági népszavazás nemzetellenes uszító kampányával, amelyben nem átadott még Székelyudvarhelyen működő nyomdát felhasználni a nemre buzdító plakátok nyomása érdekében. Aztán fellépett a 2006-os tiltakozókkal szemben, miután hazugságát lelepleződött hazugsága, és onnantól kezdve a rendőrséget vezényelt a tüntetőkre, tömegesen vitte őket börtönbe, indított koncepciós eljárásokat, többek között Budázi György mai napig is háziőrizetben van, ami az ő az egyik szellemi szüleménye bűntársaival, Draskovics Tiborral és társaival együtt. Miről beszélünk, uraim? Tehát egyszer nem is értem, hogy a tisztelt ház falai mit bírnak még ki, hogy Gyurcsány Ferenctől kapjunk leckésztetést arról, hogy akkor pontosan mit gondoljuk az Európai Unióról, mit gondoljunk a demokráciáról, mert ő azt mondja, hogy az Európai Unió demokratikus. Én azt mondom, hogy nem. Egy abszolút diktatórikus rendszer, amelynek tökéletes példája volt az Európai Parlamenti vita, aminek a kormánypártok voltak az elszenvedői, az egész hazánk volt az elszenvedői, amikor magából kivetkőzött pervez zöld emberek ugrándoztak, üvöltöztek, hazudoztak, és ezt nevezik demokráciának. Kérem szépen, ne, mi ebből nem kérünk, hazánk függetlenségét meg szeretnénk óvni minden körülmények között. Köszönöm szépen. Schiffer András képviselő úr következik. Parancsoljon. Köszönöm képviselő. Szépen, elnök úr, majd vélhetően még egyet fogok kérni, hogy reagáljak itt volt miniszterelnök úr gondolataira. Én csak két dologra szeretnék reflektálni, aztán a részletesebb vitát azt majd Sherin képviselőtársam lefolytatja. Az egyik, hogy a volt miniszterelnök úr itt arról fantáziált, hogy majd létrejön az európai kormányzás. Viszont, hogyha európai kormányzásra gondolunk, ha arra gondolunk, hogy a gyerekeink egy olyan Európában nőjenek föl, ahol egy közös európai kormányzás van, akkor nem az lenne az első lépcső ehhez, hogy kiküszöböljük az olyan típusú paktumokat, mint amit most kíván a magyar parlament szentesíteni. Arról beszélek, hogy az európai kormányzás víziója feltételezi azt, hogy az Európai Unió szintjén a demokratikus deficitet eltüntetjük. Hogy nem engedjük meg azt, hogy egy kormány vagy egy néhány tőkés központ verjen át az európai nemzeteken, az európai választókon diktátumokat, amik hosszú távon Európa gazdaságpolitikáját meghatározzák. Hogy amikor egy 0,5%-os strukturális hiánycélt rögzít egy ilyen paktum, az nem lehet egy centrumország kormányának a diktátuma alapján végigverni az egész Európai Unión. Ha európai kormányzásról beszélünk, ennek a demokratikus feltételeit meg kell teremteni, az állampolgári demokratikus részvétel feltételeit az Európai Unión belül. Ha ez megvan, akkor van értelme európai kormányzásról álmodozni. Amikor volt miniszterelnök úr arról beszél, hogy fölvethető az, vagy fölveti azt, hogy az északi, úgymond északi protestáns modellt lehet Magyarországra, vagy Európa más részére, Kelet-Európára, Dél-Európára interpretálni, akkor pontosan eljutunk ahhoz a vitához, amit itt egyébként a nagy világnézeti vitáknak a lényege. Hogy Magyarországnak az elmúlt 20 éves társadalmi gazdasági fejlődése pontosan azáltal lett elszúrva, és még jó néhány perifériális ország, például Görögországnak a társadalmi és gazdaság fejlődése, hogy tőle idegen modelleket próbált átvenni. Pontosan ott lenne szükség egy fordulatra Magyarország számára, hogy szakítsunk azzal az elmúlt 20 éves politikával, amelyik egyébként elvezetett a magyar gazdaság tragikus kettéosztottságához. Nekünk nem modelleket kell átvenni, hanem a magyar gazdaság természetes szerkezetéhez igazodó fejlődési pályát kellene felvázolni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Balczó Zoltán alelnök úr következik, parancsoljon. Elnök úr, köszönöm a szót.
tisztelt kormánypárti képviselőtársaim, önök úgy tűnik teljes félreértésben vannak abban, hogy mit akarnak aláírni és elfogadni. Ez 7 címből áll, ez a szerződés. Való igaz, hogy a 7 címből a 3. és 4. a legkeményebb, amely most az eurózónára vonatkozik csak, a legsúlyosabb megkötések, a legsúlyosabb szankciók. De nincs olyan szerződés, amelyikből ez a 2 hiányozna. Önök mindig azt mondják, ha 3-as, 4-es szankcióránk nem vonatkozik, aláírják azt a megállapodást, amelyikben az benne van? Aláírják. 5 év múlva kötelezettséget vállalnak, itt van benne, hogy ez az alapjogok részévé váljon. Hát önök 3-4 év távlatában gondolkodnak? Tehát amikor mi azt mondjuk, hogy ennek a szerződésnek az aláírói súlyos mértékben lépnek tovább azon az úton, ami az önrendelkezést megszünteti, akkor nem mondják nekünk azt, hogy jaj, semmi közünk hozzá, ha a 3.-4. nem. Nem, a 3.-4. is vállaljuk, aláírjuk, részét képezi a megállapodásnak, csak egyelőre ránk nem vonatkozik. Ez egy óriási különbség. Egyébként pedig jellemző, hogy milyen trükkök vannak itt, nem százak, néhány. Amikor fölmerült ez az egész paktum, azt mondták, nem lehet az Európai Bíróságnak olyan jogot adni, hogy szankciót szabjon ki, mert alaptörvényt kéne alapváltoztatni. Mit csinálnak ehelyett? Olvassák el. Az Európai Bizottság valamit megállapít, hogy jogsértés, utána a résztvevő felek közül 1 vagy 2 bepanaszolja azt, a tagországot, amelyik vétett, és akkor most már azt lehet mondani, hogy két fél vitájába avatkozik be az Európai Bíróság, és így már szankcionálhat. Tehát teljesen világos a trükk. Nem szankcionálhatna ilyet az Európai Bíróság, de azt mondjuk, panaszkolt be, és akkor már rendet csinál két ország között. Így működik ez az unió. Köszönöm szépen, alelnök úr. Gyurcsán Ferenc képviselő parancsoljon. Schiffer képviselőtársamnak mondanám, hogy ha ön diktátumnak érzi ezt, úgy gondolja, hogy egy tagország diktátumával állunk szembe, akkor azt javaslom, hogy kapacitálja arra a magyar parlamentet, hogy ne fogadják ezt el. Nem javaslom a magyar parlament egyetlen egy tagjának sem, hogy bármely más ország diktátumát elfogadja, hogyha maga úgy gondolja, hogy a megállapodás nem az ő érdekeit szolgálja, és hogy jó szívvel nem tud hozzá csatlakozni, akkor is, hogyha egyébként 1000 nyokot tudnánk mondani, hogy hogyan és miért lehetne ennél jobb megállapodást kötni. Én nem gondolom, hogy ez diktátum. Azt gondolom, hogy meglehetősen nehéz helyzetében az Európai Uniónak, a tagországok egy része, nem védetlenül a legbefolyásosabb országok együttműködésével ajánl valamit. Magyarország számára lehetőség volt, hogy egyéb országokkal együttműködve, a visegrádi országokkal együttműködve, további partnereket keresve, ellenajánlatot nyújtson be. Nem ismerek Magyarország részéről benyújtott átfogó ellenajánlatot. Nem ismerek egyetlen más ország részéről sem benyújtott átfogó ellenajánlatot. Nem ismerek az LMP részéről benyújtott másik ellenajánlatot. Vannak az európai zöldeknek kiegészítő megjegyzései. Vannak, de még egyszer mondom, azok kiegészítenék ezt, de nem helyettesítik ezt a szöveget. Muszáj a pénzügyi unió mellé tenni fiskális uniót. Ezt ők épp úgy tudják. Nem létezik fél lábon álló gazdasági együttműködés, mint olyan eddig történt. Más oldalról pedig egyáltalán nem gondolom, hogy bárkinek a modelljét másolni kell. Pusztán azt állítottam, hogy egészen biztos az lesz ennek a következménye, hogy ez a fajta protestáns gazdasági kultúra lesz a domináns Európában. Ezt állítottam. Köszönöm szépen. Szilágyi György képviselő úr következik. Parancsoljon, képviselő úr. Szépen a szót, elnök úr. Tisztelettel azt mondja, hogy Gyurcsány Ferenc, hogy egyenlő feltételekkel rendelkeznek majd gyermekeink, mint mondjuk az Egyesült Államokban élő gyermekek.
Ugyanezt mondták az uniós csatlakozás előtt. Cukrászda lesz Bécsbe, uniós fizetés lesz, uniós lehetőségek lesznek, aztán az lett belőle, ahol jelen pillanatban tartunk. Demokráciára, demokratikus berendezkedésre hivatkozik Gyurcsány Ferenc. Nézzük meg már, mit jelent Magyarországon a demokrácia. Gyurcsány Ferenc idejében szemkilövetést meg rendőrterrort jelentett. Jelenleg a kétharmados arroganciát és a választók félrevezetését egy diktatórikus rendszer felé tartó centralizációt jelent. Ezt jelenti ma a Magyarországon a demokrácia. Ezért mondjuk mi azt, hogy nem vagyunk demokraták, hiszen ilyen demokráciából mi nem kérünk. A demokrácia jegyében mit jelent, meg kell nézni, mit jelent ugye Európában a demokrácia. A demokrácia jegyében kizsákmányolást jelent, gyarmatosítást jelent. Ez zajlik. Nézzük csak meg a béreket és az árakat. Nézzük meg a nyugati béreket, nézzük meg a kelet-európai béreket, és nézzük meg az árakat, amik viszont ugyanúgy egy szinten vannak. Meg kell nézni, hogy ez a demokrácia mit jelent például. Görögország jelenét meg kell nézni a görög utat. Egy eurozónához tartozó országról van szó. Mi van ma jelen pillanatban Görögországban? Csőd, égnek az épületek és káosz. Önök erre az útra akarják vinni az országot. Alá akarják irattatni az újabb koporsószeget, és ezt nem közlik a társadalommal. Mi erre mondunk nemet, mi Magyarország érdekeit tartjuk szem előtt, mi soha nem fogunk paktumokat kötni az ország érdekével ellentétesen. Önök most erre akarják rákényszeríteni az országot, és egyébként saját képviselőiket is, akik többsége meggyőződésem, hogy nem írná alá ezt a szerződést. Tehát ne demokráciáról papoljanak itt nekünk, ne arról beszéljenek, hogy Európához hogy kellene tartozni. Arról kérem, hogy azt vegyék figyelembe, hogy mi Magyarország érdeke. Magyarországnak nem az az érdeke, hogy ezt a paktumot aláírjuk. Köszönöm szépen. Schiffer András képviselő úr következik. Köszönöm. Elnök úr, itt volt miniszterelnök úr ugye arra szólított föl engem, hogy ha én ezt diktátumnak nevezem, akkor tegyük nyilvánvalóvá azt, vagy valljunk szint ugye abban, hogy mi az álláspontunk erről az egész előterjesztett határozati javaslatról. Én kicsit visszafordítanám a kérdést. Ha ön szerint ez nem diktátum, ön szerint baloldali politikus, vagy magát baloldali politikusnak nevező képviselő szerint, vagy egy volt magát baloldalinak nevező álbaloldali kormány vezetője szerint. Ön szerint legitim az, hogy az Európai Unión belül a befolyás érvényesül? A nagyobb gazdasági erejű csoportok, a nagyobb gazdasági erőt képviselő országok befolyása érvényesül? Ön szerint baloldaliként, demokrataként ez elfogadható? Ha ön vitatja azt az állítást, hogy itt van ebben egyfajta diktátum a centrum országok vagy meghatározott tőkéscsoportok részéről, akkor mondja azt meg, hogy egy ilyen paktumnak mi a demokratikus legitimációja. Milyen viták folytak erről eddig az különböző európai demokratikus intézményeken belül? Nem csak az Európai Parlamentben, hanem a nemzeti parlamentekben. Én azt gondolom, hogy a baloldali álláspont miniszterelnök úr ott kezdődik, hogy nem fogadjuk el azt, hogy önmagában a tőkés befolyás az legitim. És természetesen azért azt is szeretném világossá tenni, hogy nem biztos, hogy itt ugyanarról beszélünk. Szó nincs itt fiskális unióról. Ha itt ez a kormány az adóharmonizációt támogatná, azt mi is itt lelkesen üdvözölnénk, ezt a jelenlegi miniszterelnök ugye már többször világossá tette, hogy ők egy ilyet nem kívánnak támogatni. Egy dologban egyetértünk. Nevezetesen abban, hogy nagyon hiányoznak a Magyarország által benyújtott javaslatok. Épp úgy, mint az előző kormányok részéről. Magyarország számára pontosan azért van szükség az Európai Unióra, ezt mondta el Schering képviselőtársam is, mert a nemzeti érdekeit így tudja egy globalizált faluban, így tudja hatékonyan érvényesíteni. Ez a magyar kormány eljátszotta ennek az esélyét, a kalandor politika kényszerzubbonyhoz vezet. Köszönöm szépen, Zék Árpád Dániel képviselő úr következik, parancsoljon kép. Két perces. Egészen elképedve állok azon tény előtt, hogy itt arról beszélnek nagyon sokan, hogy a magyar parlamentben milyen felemelő és milyen fantasztikus dolog, hogy erről beszélünk. Csak egy kérdésem lenne ez az egész tárgykörhöz. Hogyan fordulhat elő az, hogy olyan emberek vitatkoznak itt, akiket senki a büdös életben nem hatalmazott fel arra,
nem csak, hogy ilyen feltételek mellett becsatlakozzanak egy szervezetbe, de azt, hogy ilyen szerződéseket, ilyen szintű felhatalmazásokat bármilyen szinten ellássanak a kézjegyükkel. Milyen alapon vitatkoznak önök most itt erről? A kétharmados kormányra ki szavazott azzal a feltétellel és felvetéssel, hogy felhatalmazza önöket egy hasonló paktum aláírására. Miről beszélünk? Lehet itt osztani az észt, de arról kell, hogy beszéljünk jelen pillanatban, hogy amikor azt mondja Gyurcsány Ferenc volt kormányfő, hogy a szuverenitás az ma már eltolódik a mozgástér szélesítése irányába, és hogy gyakorlatilag ez az a realitás, amivel meg kell barátkoznunk, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez az a világkép, amit világéletünkben elutasítottunk. Ez a folyamatosan összébb megyünk a Schiffer András által említett globalizált faluban, aminek következtében nem csak, hogy a külügyhadügy pénzügy már rég nincs a kezünkben, tehát a valódi szuverenitási alapelemekről már a könyvekből is alig tudunk valamit, hanem olyan válaszokat sem találhatunk a jelenkor legaktuálisabb kérdésére, amelyek megválaszolása nélkül nem lehet tovább menni. Nem csak Kelet-Közép-Európában, de sehol az öreg kontinensen. Például kokáért a demográfiai válság megoldását illetően önöknek nincsenek válaszaik, nem voltak 8 év alatt sem, most sincsenek, hiszen az a modell, amit itt megosztottak velünk, az nulla. Ehhez nem tud hozzászólni érdemben. Ugyanígy a saját gazdasági ága kiépítése tekintetében sem hallottam semmit, a mezőgazdaság újraélesztése tekintetében sem, a későbbiekben pedig a demográfiaival ellenpontozva a bevándorlási kérdéskörök problémák feldolgozása, és egyáltalán az ezekkel való szembenállás tekintetében sem láttunk válaszokat. Tehát itt egy olyan vita folyik, amire nem kaptak önök felhatalmazást, nem rendelkeznek korszerű válaszokkal. Miért nem lehet a magyar nép elé kivinni ezt a vitát, népszavazást kírni, mint az EU-tagság fenntartásáról, mint pedig akár erről az átkozott paktumról, hogy irányt tudjunk mutatni, és azok mutassanak irányt, akiknek a felhatalmazása alapján önök itt ülhetnek velünk együtt. Köszönöm szépen, Gyurcsán Ferenc képviselő követ. Schiffer képviselő kollégám elhagyta a termet, de majd a jegyzőkönyvben el fogja olvasni. Képviselő úr, én a minősítéseket elkerülném azért mi kettőnk vitájában, hogy melyikünk a politikai palettán milyen hitelesen mit képvisel. Ezt bízunk önmagunkra. Ő jogvégzett ember. Ő ismeri, hogy az Európai Unióban mi a döntéshozatali mechanizmus. Én nem emlékszem arra, hogy az Európai Tanácsban az egyes tagországoknak a szavazati súlyát az egyes tagországok GDP-jével határoznák. Lehet, hogy ön így emlékszik erre, lehet, hogy úgy emlékszik, hogy a bejegyzett társaságok számával, vagy a leggazdagabb 100 ember vagyonának ült súlyával, de tudja, nem általános baloldali önérzet miatt mondom ezt, és nem Németország fogadatlan prókátoraként mondom ezt, de az nincsen rendben, hogyha mindaz, ami történik a 27 ország közötti egyeztetésben, azt azzá egyszerűsíti le, hogy bizonyos, meg nem nevezett, nyilván háttérben mozgó tőkés csoportok vásárolják meg maguknak és erőszakolják ki döntéseket. Én nem vagyok ebben az ügyben, hogy mondjam, szép lelkű. Nincsen kétségem afelől, hogy a háttérben nagyon jelentős gazdasági érdekek is mozognak. De amit ön mond, olvasom majd vissza, mit mondott. Az azt hiszem, hogy sem az ön egyébként időként rendkívül árnyalt megfogalmazásaihoz, sem pedig ahhoz, amit az ön pártjáról gondolok, szerintem nem méltó. Ennél sokkal árnyaltabb és bonyolultabb, Németország szerepe ebben az ügyben pedig szerintem lényegesen demokratikusabb és felelősebb, mint olyan elképzeli. Mi akartunk belépni az Európai Unióba, mi akartunk belépni a NATO-ba? Ha ők nem így gondolják, hát akkor tessék kezdeményezni a kilépést, meglássuk, hogy az ország többsége mit fog erről gondolni. Köszönöm. Apát István képviselő következik, parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház! Teljesen egyértelmű, hogy ma este ebben a vitában a nemzetközi radikalizmus és a nemzeti radikalizmus képviselői csapnak össze. A nemzetközi radikalizmus képviselői között legfeljebb árnyalati különbség van. Egyikük már akkor is aláírná, vagy már akkor aláírta valamikor, még el sem készült ez a paktum, alig várták, az ajtón kifelé menet is kopogtatni szoktak. A nemzetközi radikalizmus nemzeti szinűmázzal leöntött képviselői pedig egy kicsit még futottak ki néhány kört a kakas előtt a Baromfi udvaron, aztán pedig ugye a megadás nem túl nemes lépését választották.
Könnyű préda lenne most Gyurcsány Ferenc egykori miniszterelnököt kritizálni, én azonban Orbán Viktor jelenlegi miniszterelnököt vonnám be egy kicsit a kritika tárgykörébe. Egy kicsit a paktumig vezető út más szempontjait szeretném meglájt önök számára, amely egyben nyilvánvalóvá teszi számunkra Orbán Viktor hihetetlen ravasságát és politikai rutinját. Ugyanis szerény véleményem és meggyőződésem szerint, hogy teljesen biztos volt abban, hogy körülbelül ez lesz a vége, nemhogy háborút, még csatát sem tud nyerni ebben a küzdelemben, ugyanakkor olyan okosan szervezte a dolgokat, olyan okosan alakította a történéseket, hogy tulajdonképpen mind a saját szavazóbázisát, mind az őt igencsak erős kritikával szemlélő, hogy finoman legyek, balliberális szavazótábort is ki tudta elégíteni a következő módon. Tudta, hogy ha legalább valamifajta vitézi ellenállás színlél, akkor a saját szavazója az ezt követő megszorítások után nem ő rá fognak haragudni, nem a kétharmados kormányra, hanem inkább az EU-ra és az IMF-re, tehát a Fidesz szavazótábor dühe sokkal inkább majd az EU és az IMF felé irányul, míg a balliberális szavazók pedig hihetetlen örülnek annak, hogy az általuk igen-igen utált Orbán Viktorral hogy felmosták a padló Brüsszelben, hogy letörték a szarvát, és tulajdonképpen megdöglött a mi tehenünk, most megdöglik a Fidesz tehene is, tehát tulajdonképpen Orbán Viktor ebből a szempontból is jött ki ebből a küzdelemből, úgyhogy ne becsüljük le jelenlegi miniszterelnök úr ravasságát, és ne felejtsük el ezeket a ravasz húzásokat, amelyeket ő a paktum aláírásáig vezető úton megtett, ugyanis itt még nem lesz vége, ettől csak sokkal rosszabb lesz a helyzet. Köszönöm. Viselő. Nem hallom, bocsánat. Nem hallottam, kérem, hogy... Gaudi Nagy Tamás képviselő következik, 2 perces volt. Köszönöm szépen, csak kérem, hogy indítsa újra elnök úr az időt, mert nem hallottam a... Semmi probléma, megvárjuk, hogy beállítsák az órát, és innen kezdik képviselő úr a 2 percesét, parancsolja. Igen, a vitaezen pontjában mindenképpen szükséges csatlakozni Zékerpe Dániel képviselőtársam álláspontjához, hogy vegyük már észre, hogy lényegében nemzetünket csőbe húzták. Tehát 2003 népszavazása előtt volt 2002. december, erre már nagyon kevesen emlékeznek. Én elég kegyetlenül emlékszem erre, Zékerpád János is emlékszik, és szerintem azért vannak, akik még emlékeznek, szerintem Marton János is emlékszik rá, hogy ez volt az a hónap, 6 hónappal a első Orbán kormány bukása után, amikor meg lehetett volna védeni rengeteg értékét az első Orbán kormánynak, többek között a családpolitikai lakás támogatás és egyéb modelljeit, Széchenyi tervet, akkor önök 6 hónappal az elbukott választás után kard-kardba ölve az MSZP-vel végrehajtották egy alkotmánymódosítást, és abba a 2/A klauzulát, az európai klauzulát beleillesztették, és ez kimondja főszabályként az, hogy tulajdonképpen a magyar nemzet szuverenitását az Európai Unió korlátozhatja, és innen kezdve átadták a magyar nemzet fölötti rendelkezési jogot az Európai Unió nevezetű konglomerátumnak, amelyre igazából már semmilyen ráhatásunk utána nincs. Tehát vegyük már észre, egy olyan sírre tettek rá minket, amelynek a végállomása egy szakadék. Tehát erről ne kéne térni, le kell szállni erről a vonatról. Itt egyébként erről a vonatról már amúgy nem lehet békés úton úgy tudjuk leszállni, tehát hagyományos utakon, itt utalok vissza Gyurcsány Ferenc felvetésére, hogy akkor belülről próbáljuk változtatni. Igen, azért a lehetőségek keretei között, hogy jobbikos képviselők ott vannak, és kőkeményen azért megmondják véleményüket. Morvai Krisztina, Szegedi Csanád és Kovács Béla, illetve korábban ugye Balta Zoltán képviselőtársunk, elmondják, és nagyon nem tetszik ez ott az uniónak persze, és őket mindenféle nácinak ugye elmondják, amikor szembesítik a nemzeti radikalizmus valóságával Európát, de előbb-utóbb nem csak Görögország fog lángolni, hanem egész Európa, hogyha erről a tévútról nem térünk le, és nem térünk rá a nemzeti önrendelkezés útjára úgy, hogy szabad, büszke nemzetek egyenrangú együttműködésének elvére helyezzük az egész európai létezési formát ezen áruló, hazáruló paktum helyett.